Az aláírás szerint ezt a határozatot a tiszti főorvos küldte a mentőszolgálatnak, arról szól, hogy a Péterfi Sándor utcai kórházban humán erőforrás hiány miatt megszűnik az érsebészeti ügyelet. A betegeket így más kórházakba kell szállítani. A dokumentumot Kuna Zsombor egészségügyi szakértő osztotta meg közösségi oldalán. Hogyha jön egy olyan beteg, aki érsérülést is szenvedett, akkor azt érsebész fogja ellátni, tehát ez továbbra is biztosítania kell, van behívhatós vagy éppen ügyelős érsebész minden napra, de külön érsebészeti ügyeletet, ami egy egész más, ami nem baleseti érsebészeti ügyeletet nem tudnak már vállalni, mert ahhoz nincs elég emberük. A 24.hu ma arról írt, hogy a veszprémi kórház is bajban van. A portál információi szerint 6 érsebészből 3 mondott fel az elmúlt időszakban. A kórház igazgatója telefonon ezt nem cáfolta ma híradónknak, de szerinte az ellátás folyamatos. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere nemrég arról beszélt, hogy egyre több orvos van a magyar egészségügyben. Jelen pillanatban az orvosok esetében körülbelül olyan 20-30%-kal biztosan többen dolgoznak, mint ezelőtt 10 évvel. A rezidensek és szakorvosok szakszervezetének elnöke azt mondta, konkrét információja nincs a Veszprémi és a Péterfi kórház érsebészetéről, de úgy látja, 2-3-szor kevesebb szakorvos dolgozik, mint kellene, így a betegek sokszor későn kerülnek a megfelelő szakorvoshoz. 2-3-szor annyi végtagot kell levágni, amputálni ma Magyarország, mint a környező országban, hogy a európai átlag, és ennek az egyik legfontosabb oka, hogy kevés érsebész van, és nem megfelelő körülmények között dolgoznak. Ráadásul az érsebészeti szakma nem vonzó a fiataloknak, Dénes Tamás szerint. Az Állami Egészségügyi Ellátóközponton azt írták, hogy Budapesten centrumokban fog majd működni az érsebészeti ellátás a tervek szerint. Az egyik központ itt az Országos Kardiológiai Intézetben lesz. Azt ígérik, hogy 1,5 milliárd forintból korszerűsítik az intézmény műtőjét és az intenzív osztályát is, CT és MR gépeket is beszereznek. Azt is írják, hogy a Péterfi Kórház érsebészei itt és más centrumokban dolgoznak majd tovább. A Péterfi Kórház főigazgatója szó szerint ugyanezt válaszolt a híradónknak délután. A fenntartótól a Veszprémi Kórházzal kapcsolatban azt írták, az érsebészeti osztály teljes kapacitással működik a nap 24 órájában és a hét minden napján, és hogy a személyi vagy személyes ügyeket szándékuk szerint nem a sajton keresztül kezelik.